Vegyél föl te is, hogy egy ilyen le fog merülni. Az, hogy megüld a kisfájtújjam, bazzai. Betörít. Mentek tovább? Persze. Nem vicceltek. Vonszoljuk magunkat végig, nem? Arra kifelé és a bőrzsöny arra van jobbra. Föl a hegynek, egyenesen föl a hegynek. Jó, mindig fölfelé. Akkor reggel találkozunk. Köszi, reméljük. Mi ott leszünk. Kemencén vagyunk a bőrzsöny lábánál, és most indulunk el a Dögölj meg bőrzsöny nevezetű éjszakai teljesítői túrán. Miért ez a neve? Ezt a nevet a részvevők aggatták rá a túrára, ez abból fakad, hogy borzasztó körülmények tudnak lenni ezen a túrán. Something deep from within my heart, and I don't have much to say except fuck this, fuck that, fuck everything, okay? Kicsitásabban gyertek. Jó. Sajnos nem tudjuk, hogy ki volt a névadója, valamikor a 90-es évektől. Így nevezik. A fő paraméterei 44 km és 2800 méter szintemelkedés, a keleti gerincre négyszer kell felmászni. Tehát, hogy lejönnek a patak-patak szintig, és vissza föl a kulcsra, és ez négyszer. Nagyon vidám. Most már értem, hogy miért ilyen rohadt nehéz ez a túra. Egyre mélyebb hóba süpped vele az ember, már egészen térdig érő lyukakba kell belelépni, még jó, hogy előttünk kitoposták az utat. Ciao. Hello. Hogyan értékeled eddig, milyen? Ja, hogy... Nézd, kamera! Figyelj, életemben először vagyok túrázni, direkt, mert ilyen elvetemült pszichopata állat vagyok, és mondtam, hogy nekem kell a nehéz terep, úgyhogy nekem ez volt a pont, ameddig el akartam jutni épségben. Tudom, most itt lemegyünk a... Meddig? Spartacus. Spartacus, igen, most már csak lefelé inkább, még egy fölfelé, mert nem biztos, hogy elvisel a testem. Én már előbb feladtam, mint ő. Úgyhogy... Hát én voltam egyébként a leggyengébb láncszem, azt be kell valljam. Sokkal lassabban jöttem, mint ők. Körülbelül 100-an voltak itt eddig. Jó páran föladták, elmentek többnyire a Spartacus házban, nagy hideg hegy felé. A túrán általában 50% körül mozog a teljesítési arány. Persze vannak évek, amikor egész érdekes kilengések vannak. Például 2003-ban volt egy olyan mélységű hó fölött a hegyen, hogy 32-en csinálták meg összesen. Abból a 180 indulóból. Minél durvábbak a körülmények ezen a túrán, annál több részevője van. Én 11-ére vagyok itt, de ez az egyik legnehezebb most. És mi benne a szívás? Nagy a szél, ugye hideg van, meg a hó elég nehezen járható bizonyos szakaszokban. Neked is ugyanez a véleményed? Volt már jobb, de ez ilyen, a bőrzsöny nem viccel. Ennek a túrának a nagyon nagy buktatója az, hogy fél távnál, a Spartacus háznál nagyon-nagyon közel vagytok a célhoz. Ott száll ki gyakorlatilag a mezőnek a fele. Legalább 50-en feladták a túrát itt a Spartacus háznál. Sokan már úgy jöttek le eleve föntről, hogy nem is jöttek be a házba, hanem csak lesétáltak a műúton. Mert onnan egy sima aszfaltúton, egy olyan, mint amin most megyünk, egy olyan aszfaltúton egy 20 perces sétával le lehet sétálni a célba. Most veszed? Uh-huh. Így van, nem látok semmit. Nem baj, én a kamera lássam téged. Na de azt mondjuk el, hogy mi még nem adjuk fel. Uh-huh. Majd egy 10 méter múlva. Mi is feladhatnánk tulajdonképpen, de feladjuk, Dani. Dehogy adjuk fel. Nem, én is így gondolom, hogy még egyelőre nem adjuk fel majd. Uh-huh. Kicsit később talán. Nem, végigmegyünk, egész biztos. Akkora vonzása van ennek az elcsopott emberek számára, hogy nagyon sokan nem is tudnak ellenállni a kísértésnek, és kész, feladják vége ott annyit. Lesérte, beül a kocsiba és hazamegy. Én egyszer
Egyszer megpróbáltam ezt 18 évvel ezelőtt ezt a túrát megcsinálni, és akkor 20 kilométernél pont ott szálltam ki. De még az a 20 perces gyalogi út is olyannak tűnt, hogy azt hittem, hogy megdöglök, mire leértem a végére. Kulcs szó, azért vagyunk itt, hogy megdöljünk. Nagyon úgy tűnik. A hó miatt ez azért elég kemény lesz, és a fakidőlések miatt egy kicsit át kellett variálnunk az útvonalat, úgyhogy még meg is hosszabbodott a táv. Most 50 kilométer, a szokásos 44 helyett, úgyhogy azért az szerintem egy rendesen hazavág majd egy jó pár embert, de hát ez egy ilyen műsor, ez a dögölj meg. Szóval... Várj, de az úton menjünk, nem látok semmit. Várj, akkor nekem is kicsit előre. Így jó, úgy látunk. Aha, így viszont, jó. Viszont mennyire... Na jó, ez így szerintem tök oké. Jó. De várj, mi ez az árnyék itt? Gyere már vissza. Tehát 2800 méter szint, az majdnem 3 kékes. Igen. Az Istenért vagyunk mi itt. Nem tudom. De hogy valahogy végigvergődünk, az biztos, nem? Én szerintem azért vagyunk itt, mert elég sok profi terepfutót láttam. Tulajdonképpen azért egy átlagember kondíciójával... Bocs. Kicsit előre kell rakni a lámpát. És egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy mint átlagember meg tudom csinálni ezt a túrát, még ha beledöglök is. Hogy érdezitek? Mint az állat. Nagyon jó. Nagyon kemény egyébként. Eléggé tápos pestiek, akik mi vagyunk, azok meg kemény. Szerintem az a lényeg, hogy így csikorgó fogakkal, összeszorított fogakkal, de valahogy vonszoljuk magunkat végig, nem? Én azért bízok magunkban. Jól van. Úgy jöttünk azon az ellenőrző ponton, ami a pszichológiai határ ezen a túrán. Ugyan kicsúsztunk az időből. Erő megvan, ettetek, ittatok. Melegedés már nem volt. Az nem baj, az nem baj, az csak elkényelmes. Most úgyis fölfelé jön, majd ott kimelegedtek. Hú, már érzem, hogy emelkedőd. Egy 50 perccel később értünk ide, mint amennyire kellett volna. De úgy gondoltuk, hogy ez nem probléma, és végigmegyünk a túrán. Na jó van. De hát akkor én már elfelejtettem, hogy merre kell menni. Te mivel készültél? Én aludtam 10-ig, tehát egy 10 órá. Az volt a készülés, tök jó, meg futottam néhány kört a Margit-szigetkört. Hát én nekem annyi volt az összes készülés, hogy tegnap nem mentem el bulizni. Figyelj, nem bírom tovább tartani, majdnem megdöglöttem. Pár méter múlva ott vagyunk a Nagy Hideghegyen, reggel 7 óra körül lehet. De neked milyen nyomorod van éppen? Az a nyomorom, hogy eltévedtünk az előbb, fölmentünk egy meredek dombra, és le kellett jönnünk róla. Eléggé bonyolult itt már az útvezetés. Kék-piros az jó nekünk. Az a miénk, most csatlakoztunk be. Jó. Jó, és nagyon közel vagyunk. Hát akkor menjünk, hurrá! Hurrá! És ezért a meredek lejtő kikészítette a jó kérdőt. Nekem a bal térdem fáj. Az jó. De a Csóványosról lefele jövet kezdett el fájni, de most már akkor is fáj, hogyha fölfele megyek. Áh, de rohadtul fáj a lábam.
Gyere! Várjál, állj meg, elbasztam. Még egyet csinálok. Jó, indulhatsz. Na jó, iszonyú szar lett. Én azért unom már egy kicsit. Mindenem csuron víz. Ami azt jelenti, hogy mindenem rám is fagyott. És álmos vagyok. Na, ezt teljesen hiszem, hogy megtaláltam. Várjál, még egyszer majd mondd el, amikor idejövő. Ezt teljesen hiszem, hogy megtaláltam. Húzzunk azonnal vissza, nem? Be van zárva, szerintem erről már lecsúsztunk. Jelképesen beütöm a üssembe. Ne, üssük. Majd tudom, én csináljunk. Ez a pecsét volt. Ne. Veszed? Uh-huh. Nem is arra megy. Nem, benne vagy. Itt a kék túra igazolóhely matricája, amit ezennel kölcsön veszünk, hogy igazoljuk, hogy itt jártunk. Mert a videó nem elég bizonyíték? Kettő darab. Nem. Én közben annyira álmos vagyok, te nem? Kész. Én nem. Hogy lehet? Hát mert a matrica ragasztás annyira feldobott, most már akkor fel is szaladnék ezért. Akkor adsz még két matricát, mely akkor belevesztem. Jöhet. Nem is olyan rossz fölfelé menni. Te is élvezed? Nem őszinte ez a mosoly. Nem, de tényleg jobb, mint lefele. Nézd meg, milyen gyorsan megyek. Nagy hideg hegy, második etapjának a végéhez közeledünk. Meglepően jól sikerült haladni fölfelé, és ha minden igaz, akkor ezután már csak lefele kell menni. Rohadtunk fölfelé, de az emelkedő minden előtt kiszopott belőle. Nem esik jól így a 13., nem tudom, 14. órában. De jó érzés, hogy hamar vége. Számomra a legnehezebb szakaszon vagyunk túl. Érdekes, hogy én valahogy felszívtam magam ezelőtt az emelkedő előtt, és egész könnyedén vettem. Nem mondom, hogy nem vagyok hullafáradt, de és nem örülök iszonyúan, hogy végre fölértünk ide. Írtó hosszú, gyötrelmes emelkedőn kellett már nagyon fáradtan följönni. De azért, amit még ennél is jobban várok, az az, hogy végre leérjünk innen a végállomásra. Nagyon durva, hogy 19 óra gyalogoltunk, különben most. Te érzed? Nem. Én sem. Ha repülnék olyan komolyan. Most nem érzem, de szerintem holnap mindenem le fog szakadni. Ja, ez nagyon-nagyon-nagyon tudar lesz. Mandulámtól kezdve, a mesémen keresztül, a lépem, a májam. Nekem meg még a kezem is le fog szakadni, ha tovább tartom ezt a kamerát. Kastély Hotel királyét, ez az. Oda. Ott a csanya. Hello. Ahó. Uraim. Hello. Hát azért hello. Egy óra hello csúszás van. Hú, azért nem rossz ide megérkezni. Egy gyors statisztikán. 166 indulóból, olyan nem számoltuk még ki, de olyan 120-125 közötti a teljesítés száma. Tehát az egyharmada feladta. Igen, de az egész jó különben, mert általában 50%-os így a feladás jelent. Tehát ahhoz képest, amilyen körülmények voltak fönt, most egy egész jó csapat jött össze. Tök jó. Leggyorsabb? Leggyorsabb, igen. A Lőrinc Oliver vezette a csapat, 1 óra 50 perckor ért célba. 6 órás rajta. Hajnali 1:50. Az hány? Az 7 óra 50 perc? 7 óra 50 perc. You're a freak. You're a freak.
You're a freak. You're a super freak. You're a freak.